Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk Önöknek mai műsorunkban. 6 éremmel zárták a fedett pályás magyar bajnokságot a nyíregyházi atléták. 23 pontos vereséget szenvedtek Sziget-Szent Miklóson a kék cápák. Nyíregyházán rajtolt hétfőn a Magyar Parasport Napja rendezvény sorozata. 3 góllal verte a Tiszavasvárit a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Nyíregyházán rendezték meg az 50. fedett pályás atlétikai magyar bajnokságot. A hazai versenyzők 6 éremmel zárták a viadalt. Nagyon jó idejönni, mert tényleg a körülmények első osztályúak. Köszönet ezért mindenkinek, aki ezt lehetővé tette itt Nyíregyházán. Másrészt meg azért mégiscsak a fedett pályás szezon legfontosabb versenye, tehát azért a magyar atléták, főleg a top élversenyzőink azért már vannak annyira profik, hogy pontosan tudják, hogy hogy kell a formát időzíteni. Még akkor is ugye nem feltétlenül csúcsformáról beszélünk, hiszen hosszú szezon előtt állunk. Ez most már egy teljesen új időszámításban vagyunk, a világbajnokság lecsengett, idestől a fél éve eltelt. Szép volt, jó volt, de a karaván az halad, szokták mondani. Úgyhogy készülnek néhányan a fedepás világbajnokságra. Meglátjuk, a VB után derül majd ki, hogy, vagy az OB után, bocsánat, derül majd ki, hogy hány fős lesz ez a csapat, nem lesz nagy létszámú. E tekintetben az Európa-bajnokságra lövünk június elején, ott azért bízom benne, hogy egy komoly meghatározó létszámot tudunk ott lenni, és aztán augusztus elején pedig a Párizs olimpia, úgyhogy van mit csinálni. Minden bizony az olimpia van fókuszban, mekkora létszámú magyar csapatra lehet számítani így előzetesen? Az a tervünk, hogy az a 20-25 fő az azért ott képviselni tudja a magyar atlétikát. Értelemszerűen most már azért nekünk arra is figyelni kell, hogy azért ne csak úgymond mondom, a részvétel, tehát a kuberteni szellemet erősítsük, mert az is nagyon fontos, és egy sportoló életében ez meghatározó tud lenni, de azért nem árt tudni azt, hogy most már az eredményességre is próbálunk odafigyelni, hiszen mi is szeretnénk fejlődni, előrelépni. De én azt gondolom, hogy a 20-25 fő közötti indulói létszám az egyrészt elvárható most már önmagunktól, másrészt meg is lesz, és bízunk benne, hogy lesznek olyan atlétáink, akik a döntőért, akár az éremért is versenyezhetnek Párizsban. Aki ott volt tavaly a budapesti világbajnokságon, személyesen is láthatta, hogy már a döntőbe bekerülni sem egyszerű, egy-egy számban folyamatosan fejlődik a világatlétikája? Abszolút, hát ez egy nagyon nehéz kávéház, ezt magunk között így szoktuk mondani, és a budapesti 9 nappal itt nagyon sokan, akik ennek tanúi voltak valamilyen módon, azért ezt megérezték, és most már tudják, el tudják helyezni, hogy egy-egy magyar eredmény az hova helyezi az adott versenyzőt, és így a magyar atlétikát is a világ atlétikájában. Változatlanul azt kell mondani, hogy a dobószámaink, az erősségünk, ugye Halász Bence pályázik jelen állás szerint, azt gondolom bármire, tehát nála bármi előfordulhat. És mondom, van további 2-3 olyan versenyzőnk a felnőttek között, akik hogyha ha minden úgy megy, ahogy eddig, és nem jön nagyobb probléma, akkor tényleg a döntőért tudnak a saját versenyszámba versenyezni. És természetesen mi figyelünk már az utánpótlásra is. Ugye a VB-t követően olyan programokat indítottunk el, illetve erősítettünk meg, amiben ma még csak 16-18-es gyerekek vannak, de a következő olimpiai ciklus az ő ciklusuk lehet, és mi ezt is szeretnénk a megfelelő módon minden rendelkezésünkre álló eszközzel, anyagi eszközzel, egyéb más forrásokkal ezeknek a versenyzőknek biztosítani. A VB-nek érződik olyan hozadék, hogy esetleg több gyerek ment el atlétizálni, hiszen a sportágak között mindig nagy a harc. Abszolút, abszolút. Országszerte megszaporodtak, főleg az iskolakezdéskor a gyerekek a különböző tagszervezeteknél, kluboknál, szakosztályoknál. Ez örvendetes. Nyilvánvalóan ez azt jelenti, hogy sokkal felelősségteljesebben kell nekünk is hozzáállni most már ezekhez a dolgokhoz, hiszen minél többet meg kell tartani. És ez még nem azt jelenti, hogy atléták lesznek, de hogyha minél többet ott tudunk tartani a sport közelében, a mozgás közelében, akkor azzal már nyertünk, és remélem, hogy más egyéb sportágak is nyerni fognak, és azért az sem baj, ha néhány atléta is kikerül majd belőlük.
amikor a bemelegítésnél beszélgettünk, azt mondtad, egy éremmel elégedetlennél, meg lett az érem, ráadásul aranyérem. Milyen futásokkal? Egész jó futás volt, hiszen a szezonban egy picit lassan kezdtem, gyengén. Engem is meglepett már az előfutamban az eredmény is, de abszolút a döntőben is, ugye, hogy a tájékoztató óra kiírt az eredményt, annak nagyon örültem volna. A hivatalos idő más lett sajnos, egy picit gyengébb, a kalibrálás nem sikerült annyira a szervezőknek, azt mondták, de én ezzel is meg vagyok elégedve, bár picit mérges voltam emiatt. Mennyire lehet ilyenkor az ellenfelekre figyelni, hiszen 60 méterről van szó, egy levegő, aztán rohanás. Igen, itt nagyon nehéz, ugye itt egy apró hiba is igazából annyit jelent, hogy érem múlhat rajta. Nagyon nehéz, hogyha ott van közvetlen mellettünk, fej-fej mellett valaki, akkor talán egy picit tudunk figyelni rá, de természetesen a két vonal között kell magunknak megoldani. Lesz-e még fedettpályás versenyer ebben a fedettpályás szezonban? Nekem nem lesz, én elmegyek egy legalább egy hetes pihenőre, és utána kezdjük a felkészülést a szabadtérre. Milyen versenyekre, hiszen tavaly ugye a budapesti világbajnokság a magyar atléták számára is számodra is nagy élmény volt. Idén lesz ugye fedettpályás, VB, Európa-bajnokság, olimpia. Mi lehet reális cél számodra? A fedepás VB ugye nincsen már nekem, hiszen nem sikerült szintet teljesítenem, nagyon erős oda a szint. Szabadtéri EB lesz, oda a váltóval talán készülünk, nem tudom, hogy terveznek velünk, és a főverseny pedig az országos bajnokság természetesen nekem. Időben mit tűzték ki 100 méteret? Talán lehet azt mondani, hogy a királyszámról van szó, a legsűrűbb mezőny az atlétikában a férfiaknál. Úgy gondolom, hogy egy egyéni rekordon én teljesen elégedett lennék. 10-40 a egyéni, úgyhogy alatta egy 5-6 századdal szerintem meg lennék elégedve. A tavaly előtti arany és a tavalyi ezüst után ismét egy ezüstéren nő hármasban. A körülményeket, felkészülés, minden figyelembe véve mennyire vagy elégedett a helyezéssel és az eredménnyel? Összességében elégedett vagyok vele, nagyon jól éreztem magam, és nagyon örülök, hogy ilyen sokan voltak itt, és szurkoltak nekem, is tapsoltak ilyen hangosan, úgyhogy nagyon örülök. Mennyit tudsz készülni? Ugye nem főállásban foglalkozol atlétikával? Így van, én főállásban úszóoktató vagyok, úgyhogy amellett még a testnevelési egyetemen tanulok szakedzőnek, úgyhogy eléggé nehéz így összeegyeztetni, de szerencsére rugalmas az edzőm is, meg az edzőtársaim is, így meg tudom oldani az edzéseket. Ha előre tekintünk ebben az esztendőben, milyen versenyekre készülsz? Mindenféleképpen elsődlegesen az országos bajnokságra, aztán szeretném magamat összekapni, mind testileg, mind lelkileg, és akár egy Európa-bajnokságot is kitűzni, mint cél. Ha az eredményt nézzük, tehát a centiket, akkor milyen eredményre lenne szükség az, bár gondolom az EB-re is ki lehet jutni ranglista pontok alapján? Szerintem mindenféleképpen egy 13-50 körüli eredmény alsó hangon kell lenni fog, ami szerintem egyáltalán nem teljesíthetetlen, hiszen tavaly is sikerült 13-21-et ugranom, úgyhogy idén ezt szeretném megjavítani, és minél jobb eredményt elérni. Boros Bence és Nyisztor Petra mellett még három nyíregyházi versenyző szerzett érmet. A súlylökő Tóth Balázs a második helyen végzett. A magasugró Bakosi Péter harmadik lett, Vörös Szabolcs pedig 1500 és 3000 méteren ért harmadikként a célba. 23 pontos vereséget szenvedett Szigetszent Miklóson a Hübner Nyíregyháza Blúsász. A kék cápák 110-87-re kaptak ki a BKG Prima Akadémiától. Első dolog ez, hogy a BKG nagyon jól játszott. Az első, a második felkészültek belőlünk nagyon. Kivételesen jól dobták. 73% első felé, triplák, 72-2. Jó nap fogták. Más dolog ez igenis, a Izsák Remi játszott, és ez nagy probléma. Ha nem játszik egy meccs, oké, de mi olyan kemény sorozatban vagyunk most, és ha nem tud játszani, a probléma van a hátán, lesz probléma, hogy fogunk megoldani ezt a poszt. No, ez van most. Másik felidő, megbeszéltünk, hogy harcunk normális, az egy másik felidő korrekt volt. Ennyi van. Volt egy sorozat, igen van, most újra kezdünk dolgozni. Most jönnek a meccsek, ami valahogy nagyon-nagyon kemény lesznek. Újpest, Móvc, Vasas. Hát sűrű a mezőny, alá van a 5-6 csapat, mindenki egy cél. 8-ból legyen és biztos bemaradás. Nehéz lesz, de hát készen állunk.
Ahogy közeledik az alapszakasz vége, egyre nehezebb meccsek vannak mindenkinek. Most ebben a fordulóban is volt egy-két meglepetés, ugye kikapott a Vasas, kikapott a MAFC. Igen, mert a forma nem lehet mindig tartani, nem lehet egész szezon vagy fél szezon tartani formá, hogy felfelé megy el minden. MAFC is egy kicsit elfáradt, ismerem őket, beszéltem velünk, és azt mondják, hogy nem nagy meglepetés volt, mert a Debreceniben játszott akaratosan, fiatalok, agresszívek, komplet voltak. Vasasnokkal is elfáradt ez a fiatal gárda, aki nagyon jó, U20 szabálynál szerintem neki legjobb játékosok vannak, de akkor is most csapatok olyan próbálják mindenbe le. Most ez a hajrából nagyon-nagyon nehéz jósolni, ki hova fogja nyerni és mit fog csinálni. Utolsó információ szerint mindenki próbál erősíteni péntekig csapatát, MAFC is, Pécs is, mindenki, Vasas is. Egy nagyon-nagyon kemény hajrában vagyunk, ott vagyunk, ahol vagyunk, szerintem túlélni fogunk. Újabb idegenbeli mérkőzés következik vasárnap Fóton a Megyeri Tigrisek ellen. Ugye ők nyertek itt Nyíregyházán. Ősszel egy olyan csapatról van, szóval több rutinos játékos volt, válogatott játékosok, jó légiós van. Milyen meccsre számítasz? Szerintem ebben négy meccsből ez legnehezebb. Mert ha emlékezünk, ők volt a csapat, aki minket simán megverték. Szerkezettilag nagyon kellemetlen. Ott van Juhas, volt válogatott Márkovics, nagyon rutinos játékos, Kini, mit profi, nagyon jó poszton osztva. 8 játékosból rotálnak, és mindenkinek van feladata. Látható, hogy jól játszanak, mert megverték, aki kell, Vasasot és mindenkit, és ők is akarják valami elérni ebben a bajnokságban. Vasárnap menjünk, taktikailag leszünk felkészülve, mondom, még egyszer Izsáktól függ, mi lesz, mert pont ilyen játékos hiányzik, Robonékov, aki fut, tranzíciós játékos, de ha nem, akkor is ott vagyunk, és harcolni fogunk utolsóig. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a Pécsi VSK vezeti 18 győzelemmel és 2 vereséggel, megelőzve a 17-3-as mutatóval rendelkező Újbuda MAFC-ot, a Nyíregyháza 8 győzelemmel és 12 vereséggel a 7. helyen várja vasárnapi Fóti vendégjátékát. 7 éve február 22-e a Magyar Parasport napja, az idei rendezvénysorozat hétfőn rajtolt el Nyíregyházán. Nagyon szeretném, hogyha nem csak egy magyar parasport napja lenne, hanem szökőévet írunk, 366 is, de jó, hogy van egy olyan dedikált pillanat, egy olyan nap, amikor különösen figyelünk rájuk. De én úgy érzem, hogy talán ez a figyelem, ami nem is csak a parasportolókra, hanem általában a fogyatékos emberekre fordul, ez talán már egyre nagyobb Magyarországon. És ebben szerintem a sportolók, ennek a sportolók is az okai, mert olyan sok büszkeséget hoznak a paralimpiákról, világ-európa-bajnokságokról, hogy rajtuk keresztül jobban megérthető az, hogy a fogyatékos embereknek szükségük van arra a kiemelt szeretetre és figyelemre, ami abból, egész egyszerűen abból fakad, hogy az ő lehetőségeik azok korlátozottabbak, mint az ép embereké. Én azt hiszem, hogy ebben lépünk előre évről évre, hónapról hónapra. Ugye a sportszervezettségével, aki szereti a sportot, tisztában tudja, hogy milyen egyesületek vannak, milyen klubok vannak. A fogyatékos sportot tekintve mi a helyzet? Hál' Istennek ma már nem vízfejű az ország e tekintetben. Nem csak a fővárosban vannak olyan egyesületek, amelyek fontosnak tartják a parasportot. Nyíregyháza az egyik kiemelt helyszíne a magyar parasportnak. Ülőröplabdában, kerekesszékes kosárban, vívásban nagyszerű sportolók vannak itt, és bízom benne, hogy majd még egyre többen, de Pécset, Győröt, Szegeden, Kecskeméten is nagyszerű parasportközpontok működnek. Az a célunk, hogy az ország lehető legtöbb városában hozzáférhetőek legyenek a fogyatékos embereknek a sport lehetőségei. Nyilván ehhez fizikai akadálymentesítése van szükség, erre jó példa ez az aréna, meg Nyíregyháza legtöbb sportlétesítménye, ahova már be tudnak jutni kerekesszékkel is a sportolók. 2024-et érünk, Párizsban olimpia, aztán paralimpia, és most már paralimpiára is kvótákkal lehet kijutni. Hogyan állunk?
17 kvótája van jelen pillanatban a magyar paralimpiai csapatnak. Valamikor május elejére, közepére föl fogunk menni olyan 40-re. Ez most már a világranglisták alapján elég magabiztosan tudom állítani. Minden idők legnagyobb magyar csapata 54 fős volt. Ez 2000-ben volt, 24 esztendővel ezelőtt. Nagyon remélem, hogy ezt a csúcsot, ezt a számot, ezt el fogja érni akár a párizsi paralimpiai csapat is. Egy picit Párizson túlra nézzünk, van-e olyan terület, amelyen még fejlődni kell? Leginkább abban, hogy a fogyatékos embereket legyenek akár olyanok, akik a fogyatékosságukkal születtek, vagy olyanok, akiknek ez szerzett fogyatékosság, baleset, orvosi hiba, bármiféle betegség okán lettek fogyatékossá. Hozzájuk, a lehető legtöbbjükhöz eljussunk a sporttal, mint lehetőséggel. Egy olyan lehetőséggel, amivel kiteljesíthetik az életüket. Azon kell nagyon sokat dolgoznunk, hogy minél több fogyatékos ember számára a sportot tudjuk kínálni. Azt, hogy él vele vagy nem, ez egy másik kérdés, de hogy letegyük elé az asztalra, hogy itt van, ez is egy lehetőség arra, hogy teljesebb legyen az életed, ebben kell még előre lépnünk. Február 22-e a Magyar Parasport napja, de már 19-én elkezdődött a programsorozat, mégpedig Nyíregyházán, talán nem véletlenül. Így van, Szabó Lászlóval, a paralimpiai bizottság elnökével, akivel majdnem minden évben találkozok itt a városunkban, meg is beszéltük, hogy ő is mondta, hogy indokolt is, hogy itt legyen a kezdő nap, mert Nyíregyházán annyi minden történt az elmúlt 11-12 évben. Hát igazából itt, ahol vagyunk, a Continental Arena az egyik helyszín is olyan, amit akkor újítottunk fel. A jégpálya másik helyszín, amit ebben az elmúlt 12 évben építettünk meg, és a Bárci iskola a harmadik helyszín, az pedig tavaly készült el egy teljes körű felújítási program. Úgyhogy ez mindenképp egy nagyon fontos infrastruktúrális hátteret biztosít, de a legfontosabb mégis a szemlélet, a megközelítés, ahogy Nyíregyházán a fogyatékkal élők sportolását segítjük. Mindegyik sportintézményünket úgy építettük meg, vagy újítottuk fel, hogy megközelíthetővé válik a nyíregyházi sportcentrumnak, a sportcégünknek külön paraszakosztálya van, ahol ugye az ülőröplabdások már 40 éve komoly eredményeket érnek el, a kerekesszékes fiúk az utóbbi 6-8 évben, illetve a férfi kerekesszékes kosárlabdázók is egyre aktívabbak, de igazából mindent szeretnénk támogatni, segíteni a fogyatékkal élőket ilyen módon is, hogy legyen lehetőségük sportolni, és megélni azokat az élményeket, amiket enélkül nem lehet. Győzelemmel kezdte az évet a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Réki Tamás együttese az NB2 D csoportjában 30-27-re verte a Tiszavasvárit. A vendégek szerezték a mérkőzés első gólját, és azt követően a nyírbátor az első félidőben végigfutott az eredmény után. Többször is 4 góllal vezetett a Tiszavasvári, amely végül 2 gólos előnnyel vonulhatott a szünetre. Fordulás után a hazaiak kezdtek jobban, előbb egyenlített, majd a vezetést is átvette a Bátor. A mérkőzés nyílt volt egészen az utolsó percig, végül azonban 3 góllal nyert a nyírbátori kispadon ezen a találkozón bemutatkozó Tréki Tamás együttese. Egész héten tisztességesen fölkészültünk a Tiszavasvári játékára. Tudtuk azt, hogy nekik ez az egy választásuk van, ugye, hogy a rájátszásos rendszerben tudjanak pontot vinni, és ha minket megválnak, akkor gyakorlatilag minket is letaszítanak az alsóházba. Ezért én egy nagyon nehéz meccsre számítottam. Megmondom őszintén, az első fél időben azt éreztem, hogy kapkodunk, bizonyítok, akarunk egymásnak, a szurkolóknak, nagyon sok technikai hiba volt, sajnos balszerencsések is voltunk, azért mondtam is a szünetben, hogy megfordul ezzel a sok kipattanó labda, a kapusról bepattant, lepattant, hál' Istennek igazam lett, de gratulálok a Tiszavasvárnak is, mert nagyon méltó ellenfél volt. Említetted a kipattanókat, meg az, hogy megfordul egy terem, de előbb-utóbb, ezen kívül mégis mi fordította meg a meccset, hiszen 2 perc a végelőtt talán még 2 gól volt, és a vendégek, a Tiszavasainál volt a labda.
Úgy gondolom, talán jobb erőn létünk. Tehát azért látszott a Vasvári játékosokon, tudom, hogy nagyon hektikus fölkészülésen vannak túl, nem is tudtak olyan létszámba edzeni, bár mondjuk ez ránk is igaz volt, tehát nálunk is nagyon sok beteg volt, a Levi egy hétig nem volt, a Robi például, hogy rajta az ő teljesítmény nem látszott, két hetet kimaradott, de igazából úgy gondolom, hogy mi jobb erőben voltunk. És talán a Varga Laci személyében volt egy olyan rutinos játékosunk, aki a végén jó döntéseket hozott, de a fiatalok is jó helyt álltak, Beregi Márk is ügyesen 2006-os gyerekről beszélünk, döntő szituációban, úgyhogy büszke vagyok a csapatra. Nyilván az lenne a cél, hogy minél kevesebb hibával játszunk le egy mérkőzést, de ez sajnos, nem sajnos, bocsánat, ez rengeteget kell dolgozni. A forduló előtt úgy tűnt, hogy két hely már elkelt, a felsőházban maradék kettőről öt csapat pályázott, ez a győzelem nagyon kellett, van még két forduló, kell az a négy pont is? Igazából most ma rendezik utánunk a Debrecen hajdunálás mérkőzést, ugye a két riválisunk egymásánál játszik, tehát valamelyik pontot kell, hogy veszítsen, vagy mind a kettő, tehát én úgy gondolom, hogy a két mérkőzésből, ha egyet tudunk abszolválni, tehát megnyerni, akkor a felsőházban maradunk, és az egy olyan lehetőség, én szerintem, ami a fiatalok fejlődését nagyon jól szolgálna, mivel jött igazából tét nélkül lehetne játszani, és tehát olyan mérkőzéseken lehetne szerepelni, hogy jó ellenfelek, minőségi ellenfelek vannak, és úgy gondolom az ő fejlődés ezt nagyon szolgálná. A meccs végén a Nyírbátor örülhetett, de az első fél időben végig vezettetek, és még két perccel a meccs vége előtt is nyílt volt a végkimenetel. Megleptétek a Nyírbátort, hogy érzed? Én azt gondolom, azzal leptük meg, hogy nem lettünk többen, mint össze voltunk. Én azt gondolom, hogy furcsa helyzet, de most jobban játszottunk, mint össze. Akkor nyertünk, most nem sikerült. Talán azzal jeleptük meg, hogy egy picit mozgékonyabbak voltunk most mint egyébként szoktunk lenni. Szerintem ma, nem tudom, azt hiszem három lett közt a végén. Nem, tehát ez valahogy nem, nekem nem ez volt a meccs képe. 17 gólt lőttetek az első fél időben, nagyon sok tudatos akció, nagyon sok a tudatos akció után. Mi változott meg szünet után? Elfáradtunk. Tehát nem is a szünet után, hanem az utolsó 7-8 perc, nem tudom pontosan, de úgy ott éreztem, hogy megfáradtunk. Ott talán lehetett volna belecserélni, csak akkor meg már olyan volt a meccsnek az egész menete, hogy ott azok, akik többet ültek a padon, nekik lehet, hogy az lett volna a hiba. Hibáztunk. Tehát itt a végén többet hibáztunk. Én azt gondolom, hogy biztosabb kézzel lőjük a heteseinket, zicsereinket, ugye a Robi megint megbabonázott minket, ha biztosabban lőjük, akkor szerintem végig tudtuk volna tartani azt az egy-két gólos előnyünket. A játékot látva kevésnek tűnik a meglévő pontszám és soknak a tabellán elfoglalt helyezés. Két forduló van még az alapszakaszban, utána még jön 8 mérkőzés. Ebből a teljesítményben ettől függetlenül lehet építkezni? Építkezni lehetne, csak már a végét járjuk. Tehát, hogy még két meccs van gyakorlatilag az alapszakaszból. Annyit lehet építkezni, hogy a rájátszásra én azt gondolom, hogy van keresnivalónk, és hát én bízom benne, hogyha ilyen játékot tudunk produkálni, akkor van keresnivalónk, hogy benn maradjunk az NB2-ben. A téli szünet után a szurkolók megkapták, amire szükségük volt, több fordulat a mérkőzésen, kiélezett végjáték, hazai győzelem. Te hogyan élted meg a pályán a meccset? Igen, hál' Istennek tudtunk győzni, viszont ilyen meccsre számítottunk, mert nyilván tudtuk, hogy a Vasvári erőlétileg és taktikailag szerintem egy kicsit alul maradtak, vagy alul vannak. Nyilván ez nem az edző hibája, vagy a csapat hibája, hanem nyilván a sok az edzés látogatottság nincs megfelelő arányban. Viszont én úgy gondolom, hogy az első fél időben abba hibáztunk, hogy túl sok volt a technikai hibánk, túl sok volt a eladott labdánk, és amikor megszereztük a labdát a kapu előtt, ugye védekezésbe, akkor rögtön vissza is adtuk, és nyilván ebből éltek. Ez lehet szerencse is, lehet, hogy szerencsétlenség is, de igazából a mi hibánkból éltek. A második fél időben valamilyen szinten ez megfordult, ezért tudtunk igazából átvenni keservesen, nagy nehezen a vezetést, de én úgy gondolom, hogy a szívünket, lelkünket kitettük mai nap is a pályára, és igazából most sajnos nem azt tudom mondani, hogy jó játékkal, vagy jó védekezéssel nyertünk, hanem a nagy szívvel tudtunk nyerni. Az utolsó három percből kettős ember hátrányban játszottatok. Mennyire nehéz ilyenkor összeszedettnek, koncentráltak maradni, hiszen gyakorlatilag két emberre több van veletek szemben.
Igazából csak a magam nemébe tudok beszélni. Ugye én lassan 39. éves vagyok, és számtalan ilyen szituációt megéltem. Itt igazából az én részemről minél higgadtabban kell viselkedni, olyan, mintha 10-zel vezetnél, ugyanaz a létszám, labdavezetés, pontszerzőt kell csinálni, és hogyha az az ígyszer van láthatóba, akkor viszont nem hezitálni, mert akkor a bíró nyilván rögtön elveszi lépésért, vagy bármiért, hanem igenis be kell lőni. Mint ahogy mi is észrevettük, ugye megcsináltam itt valódalt a helyzet, tehát Beregi Márk szépen értékesítette, és onnantól kezdve igazából már nem volt kérdés, hogy ki fogja nyerni a meccset. Két forduló még hátra van az alapszakaszból, de lehet azt mondani, hogy már készülhettek a felsőházi rájátszásra, vagy legalább egy meccset még be kell húzni. Én meccsről meccsről készülök. Nálam nincs ilyen, hogy rájátszás, nincs olyan, hogy két meccs, meg három meccs. Nálam egy meccs van. Most jelen pillanatban, mert ugye majd a meccs véget ért, most a Deac van, onnantól kezdve nekem nem számít semmi. Nyerni szeretnék a Deac ellen is. Ha sikerül, nyilván a legboldogabb vagyok, de ha véletlen nem, nyilván kerek a labda, azt szoktam mondani, akkor menni kell tovább, harcolni kell, edzeni kell, és a legjobb eredményt kell elérni. Én legalábbis ezért harcolok, meg a csapat is. A forduló további eredményei a következők: Balmazújváros Hajdúszoboszló 19-27, Hajdúböszörmény Kisvárda 30-21 és Hajdúnánász Deac 2 33-23. A tabella első helyén a Hajdúszoboszló áll 18 ponttal, megelőzve a 17 pontos Hajdúböszörményt. A 13 ponttal a negyedik Nyírbátor szombaton a Deac 2-höz látogat. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!